A város likviditása miatt aggódik a Váci Jobbik. Kászonyi Károly képviselő azt állítja, a Váci önkormányzata felhasználható likvid kölcsön egy jelentős részét elköltötte már, így ismét állami segítségre van utalva az önkormányzat. A Sirály utcai óvoda torna szobájának kialakításáról is beszélt Kászonyi Károly a sajtótájékoztatón, míg Fehér Zsolt megyei képviselő meg arról, hogy nem támogatják a Pest megye névváltoztatási kezdeményezést. Nem támogatja végül is a Pest megyei közgyűlés a minisztérium javaslatát a megye névváltoztatásról. Mint ismert, az elképzelés szerint Pest-Pilis megye lett volna az új elnevezés, ezt a miniszteri elképzelést azonban sem a közgyűlés, sem a jobbikos képviselők nem támogatják, jelentette be Fehér Zsolt Váci elnök a legutóbbi sajtótájékoztatón. Kászonyi Károly arról beszélt, hogy a város likviditása ismét negatív irányba kezd elbillenni, ugyanis a rövid lejáratú 500 milliós kölcsönből már 190 milliót felhasznált, így az önkormányzata a pénzügyi stabilitás megtartása reményében ismét csak az állami segítségben bízhat. Nagyon sokszor elmondtuk már, hogy ez a rövid pórázon tartás, ez nagyon rossz az önkormányzatoknak, tehát nem, az önkormányzatok nem tudnak fejlődni, nem tudnak előrelépni, alamizsnát várnak az államtól, hogy valahogyan tudjanak működni. Nagyon-nagyon szükség lenne ennek a megreformálására, ugye az elvett adóknak a visszaadására. Kászonyi Károly a Sirály utcai tornaszoba kialakításáról is beszélt. Mint mondta, ezt már áprilisban terjesztette a testület elé, amit akkor befogadtak, azonban júniusig a munkák forráshiány miatt nem kezdődtek el. Közben az az elképzelés is felmerült, hogy a szülők valamilyen formában segítsék a megvalósulást, de a jobbikos képviselő úgy látja, a tornaszoba kialakítását az önkormányzatnak kellene megoldani. Mi nagyon konstruktívan állunk ehhez a dologhoz, elindultunk támogatókat keresni. Magunk is tettünk jelentős felajánlást, és vannak, máshonnan is érkeztek elég jelentős mértékű felajánlások. Több mint 200 ezer forintnál tartunk már abban a felajánlásban, amit magam és képviselőtársam és a szervezetünk nevében itt nyújtani tudunk ehhez a témához.